2010 volt az az év, amikor a Kézjegy Klub elnyerte az év civil szervezete kitüntetést Tolna megyében. A klub alapította és adta át két évtizeden keresztül a Csányi plakettet a megyei írott sajtóban dolgozók elismerésének, és ugyancsak ebben a két évtizedben a Tolna megye művészetért elismerést is, írók, képzőművészek, népművészek elismerésére. A Kézjegy Klub Veszeli Gáborhoz kötődik, akit nem kell bemutatni, hiszen írásaival sokaknak szerzett már sokszor vidám, sokszor elgondolkodtató perceket. Azt kevesen tudják róla, hogy alapvégzettsége szerint földmérő. Dolgozott az M5-ös autópálya kitűzésén is. 30 évesek lehettünk nagyjából a legtöbben. Alakítottunk egy ilyen egyesületet. Csak az a baj, hogy közben eltelt újabb 30 év, és nincsen meg a következő generáció. Tehát én ezért jutottam hosszas töprengés után arra az elhatározásra, hogy bár saját gyermekem a Kézjegy Klub, de itt most húzunk egy választóvonalat. Az egyesület nem szűnt meg, de ezt a típusú antológia kiadást, amit 25-30 éven keresztül csináltunk, ezt most befejeztem egy Végszó című kötettel, amiben többen is írtunk. Azelőtt az antológiákban 30-40 ember írt, főleg Tolna megyeiek, de Tolna megyéből elszármazottak is. Arról van szó, hogy hosszú időn keresztül már magam csináltam mindent. A pénztárosunk meghalt, akkor a pénztárt is én csináltam, a könyvelést is én csináltam, a pályázatírást is én csináltam, a pénzszerzést is, az elszámolásokat is. És ez már így másoknak tűnt. Sokszor olyan pénzeket szereztem az egyesületnek, milliós nagyságrendről van itt szó 20 év alatt nyilván, aminek legalább a felét a saját dolgaimra is szerezhettem volna, mert én magam is írok nyilván könyveket, és azt is finanszírozhattam volna ezekből a pénzekből. De hát ezt úgy becsületbeli ügynek tartottam, hogy ha minden évben megjelenik a Kézjegy antológia, akkor a következőben is, a következőben is jelenjen meg. A Kézjegy legfőbb értéke a maga a létezése, mondja a szülőatty. Azelőtt nem volt, és lehet, hogy ezután nem is lesz ilyen évente megjelenő kiadvány, amiben publikálhatnak, mert körülbelül 150 szerzőt számoltunk össze, aki az évek során ebben publikált, és nagyon sokan, hogyha irodalmárok lesznek végül, úgy fogják kezdeni ezt a szakmai életrajzot, hogy első írásom a Kézjegy antológiában jelent meg. Aztán hát mindenképpen ott vagyunk a könyvtárakban, helytörténeti szempontból is fontos lesz majd, remélhetőleg idővel ráébrednek. Ilyés Gyula is azt mondta, hogy ha valami megszűnik, vagy egy író meghal, akkor a halála utáni 10-20 évbe kezdenek rádöbbenni, hogy mekkora, mennyire hiányzik, tehát ez is olyan dolog, amikor nincs, akkor veszük észre. Veszeli 20 könyvet jegyez ez idáig, mert azt mondja, maradandóbbat szeretne alkotni. Így például megírta azt a dokumentumkötetet is, melyet a saját, az államhatóság általi megfigyelésének dokumentumai adják. Ennek a 80%-át az állambiztonság írta ennek a könyvnek, meg én csak bemásoltam a jegyzőkönyveket. Egészen fiatal pályakezdő mérnök koromban egy Kunszentmáton nevű faluban, akkor még faluma már város dolgoztam, és esténként eljártunk ugye 20 éves pályakezdő mérnökök a kocsmába sörözgetni, és mint kiderült, a kocsma padlásán megfigyelő bázist alakítottak ki a 3x3-as ügynökség emberei, és a pincér beépített ember volt, és ahhoz az asztalhoz ültetett bennünket, ahol a vázába mikrofon volt beépítve. És 2016-ban váltak ezek publikussá, én csak úgy blindre lekértem a dolgokat az Állambiztonsági Történelmi Levéltártól, és kiderült, hogy 190 oldal megfigyelési anyag volt rólam. Ott Kunszentmárton mellett például van egy Cserkeszőlő nevű falu, ott kimentünk egy présházba bulizni, és a szőlőnek a négy sarkán 24 órás váltásban ott voltak a megfigyelők. Ez le van írva a jegyzőkönyvben, én bemásolgattam ezeket a jegyzőkönyveket. Egymást váltották, ott volt a jegyzőkönyvben, hogy iratot ne vigyenek magukkal, hogyha lebuknának, akkor ne tudják, hogy ők kicsodák, és minden jegyzőkönyv végén ott van a szükséglet, hogy ember 15 fő, mit tudom, gépkocsi 3 darab, abból 2 legyen magárendszámú, éjjellátó fényképezőgép, ami csúcstechnika volt abban az időben, és így tovább, és így tovább. Nagyon érdekes kis könyvet sikerült írnunk közösen az állambiztonsággal. Van egy nagyon finom humora, és ezt kamatoztatni is próbálta, akkor, amikor a humorfesztiválra is benevezett. Annak idején a Ludaspatyiba is írtam, humorfesztiválokon is indultam, középdöntőig jutva. Egyik évben az Éles István nyert, amikor én ott voltam, a másikban meg a Galla Miklós, akkor még Holló Színházzal. Ők voltak a
favoritok, én a középmezőnyig jutottam. A könnyű műfaj sokan azt hiszik, hogy valóban könnyű, de azért keményen meg kell dolgozni. Karintitól tudjuk, meg Örkénytől tudjuk, hogy nem olyan egyszerű a történet. Nem szabad, hogy izzadmányosnak látszódjon. Hát egyszer utaztam egy hajón egy 80 éves nénivel, aki egy ilyen két lábon járó irodalom történet volt, meg az Adi Csinszkáját is ismerte, meg a Radnóti Fannia volt a barátnője, meg az Eszterházi Péter anyukája, tehát sokat beszéltünk ezekről a irodalmi dolgokról. És ő mondta először, meg megmutattam neki egy akkori írásomat, hogy ez azért jó, mert nem erőltetett. Tehát én igyekszem őszinte lenni, ez sokszor a feleségemnek se tetszik, mert időnként ilyen belső dolgokat is kifecsegek, amiket nem kéne, de úgy gondolom, hogy ennek az élet minden területén így kéne lenni. Sokan nem így gondolják, úgyhogy ezért nekem volt 6-8-10 munkahelyem. Meg szerettem megmondani azt szemtől szembe, amit mások a háta mögött mondtak a főnöknek, akik egyébként szemtől szembe puszipajtásai voltak. Az írás nem lehet befejezni, ha az ember erre születik, mondja. Úgyhogy ez engem is végigkísér egész életemen keresztül, hiszen 12 éves korom óta írok.